bentér felújítása évek óta zajlik, aminek része az, hogy a Rekordtán futópályát kialakítottuk, kialakítottunk egy játszóteret, hamarosan egy nyilvános WC automata fog kerülni a játszótér mellé, mert a régi már, amelyik ezen az oldalon van, az már nem használható, és ennek egy része ennek a szökőkútnak a felújítása is, ami nem csupán egy szobor, hanem egy szökőkút egyben. Ez gyerekkorom óta itt van tulajdonképpen működésképtelenül. Én 62-es vagyok, a szökőkút 65. március 20-án kerül felállítása, Kis Sándor szobrász művész alkotása, és pár évvel ezelőtt elindítottuk, de nem működött, mert csak folyt róla a víz, és így egy komplett felújítást kapott, nem csak a szobor és a szökőkút, hanem maga a park is, itt új padok lesznek kihelyezve, és egy videókamera, hogy ne rongálják meg, amit felújítottunk. És még egy fontos dolog, hogy itt volt a sarkon egy trafik, ami gyerekkorom volt ott, amikor orosz laktanya volt, akkor itt lehetett ezt aztán azt vásárolni, többek között cigarettát. Ez már évek óta nem működött, és lebontottuk ezt is, tehát itt a környék szépen rendeződik. Azt lehet mondani, hogy most már azért egy méltó környezet Győr egyik legnagyobb, ha nem is talán a legnagyobb zöld parkjához. Én a Gárdonyi iskolába jártam, ami ugye a Lánegyi utcában nőttem fel, és a Gárdonyi iskolába jártam, tehát én minden nap itt jöttem át a Bemtéren, tulajdonképpen a Bemtér volt a második otthon, amit a Fán tanultam, tehát én itt éltem a Bemtéren gyerekkoromban, itt voltak a barátaim, itt játszottunk. Több évtizede készült ez a szobor, és lassan itt többfajta probléma is előjött rajta, úgy repedések, meg ilyen fagyási sérülések. A régi rögzítő csapok azok tönkre mentek, erodálódtak, később próbálták helyrakni, de úgy átfúrták a lábát, ott volt rögzítve, ami mondjuk úgy eléggé furán nézett ki, meg mozgott, lötyögött már a szobor a régi talapzatába, és ezeket a problémákat kellett megoldani, hogy újra ezeket a hiányokat pótolni, az eredeti anyag, kielemezni a bronz összetevőt, annak megfelelő anyaggal pótoltuk, hegesztettük, lemunkáltuk, cizelláltuk, és új csapokat, rozsdamentes csapokat kapott, belső vízvezetéket, újra lett patinázva, és akkor így hosszú évtizedekig újra működőképes lesz a diszkút. Mi volt a legnagyobb sérülés a szobron? Ezen a sobron, hát a lábán volt nagyon sok repedés, ott volt egy elég nagy hiány is, ami valamikor kiesett már a fagyás miatt, a jégnek a nyomó hatása miatt kihullott ez a régi javítás. De a kezek is voltak lazulva, ott vas csavarokkal próbálták később javítani, ami rozsdásodott és tovább feszítette, nyomta a kezet. Szóval körülbelül ezek voltak a hiányok.